Sziasztok, állatbarátok! Ez a Pórász következő adása. Az előző adásokban bemutattunk több befogadóhelyet, beszéltünk a rehabilitációról, és hát megnéztük a frontvonalat is. Ma az állatvédelem újabb nagyon fontos résztvevőinek munkáját szeretnénk bemutatni, és ez az ideiglenes befogadók munkája. Mai beszélgető partnerünk Viski Balázs Réka, aki egy idigazdi. Szia, üdvözöllek! Sziasztok, köszöntöm én is a nézőket! Azt mondtam, hogy csak egy idigazdi, pedig hát azért ez nem ilyen egyszerű. Te hogy lettél az? Jó pár évvel ezelőtt hallottam először az ideiglenes befogadásról egy városligeti kutyás rendezvényen, és egyből nagyon megtetszett ez a gondolat, hogy így is lehet támogatni az állatmentéseket. Akkor még úgy gondoltam, hogy nem állok rá készen, utána olvastam interneten, és aztán egy költözés kapcsán már eldöntöttem, hogy jó, akkor most adottak a körülmények, most nagyon szívesen belevágnék, és akkor megnéztem, hogy a kerületemben milyen lehetőségek vannak, milyen egyesület foglalkozik ott az állatmentéssel, állatvédelemmel, és akkor így kerültem tulajdonképpen önkéntesként a kutyások a 15. kerületért állatvédő egyesülethez, és ott elkezdtem követni a posztokat, és akkor egyszer csak úgy éreztem, hogy na most, és akkor őt szeretném, és akkor belevágtam az első befogadásomba. Mit csinál egy idigazdi, és mi kell ahhoz, hogy valaki az lehessen, mert hiszen ennek vannak azért feltételei? Hát az első és legfontosabb alap dolgok tulajdonképpen az állat táplálása, gondozása, a szocializációjának a megkezdése. Folyamatos kapcsolattartás van az egyesülettel, illetve az állatorvosokkal is, hogyha éppen valami betegsége van a kutyusnak vagy cicáknak, illetve egyéb állatoknak, akiket be lehet fogadni. Tulajdonképpen bárki lehet az ideiglenes befogadó, én azt gondolom. Nincsenek olyan szigorú feltételek, mint ahogy én is azt először gondoltam, hogy jó, hát nekem biztos nem menne, mert ez így nem működhet. Tulajdonképpen egy biztos, biztonságos kis ficak, amit az ember tud nyújtani, illetve biztosítani az állatnak, és gyakorlatilag az idő és az energia, amit rá kell szánni, hogy ez a kapcsolat és ez a dolog tudjon működni. Mikor egy kutyust befogadsz, akkor a szervezet, vagy szervezetek szoktak megkeresni, vagy te nézegeted, vagy most már csak így a 15. kerületi kutyásoknak segítesz? Én csak a 15. kerületi kutyásoknál vagyok önkéntes, náluk ideiglenesezem, de gyakorlatilag, hogyha felmegyünk a Facebook keresőbe, vagy a böngészőbe, beírjuk, hogy ideiglenes befogadás, nagyon sok szervezetet találunk, akik ezzel foglalkoznak, hiszen szerintem manapság már egyáltalán nem működhet úgy állatmentés, hogy nincsen önkéntes, illetve önkéntes ideiglenes befogadók. És egyébként ők téged megkeresnek, vagy te szoktál jelentkezni? Mivel én már náluk önkéntes vagyok, ezért most már jönnek a telefonok. Tehát, hogy éppen aktuális mentés van, akkor kapom a telefont, a fotókat, és akkor át kell gondolni, hogy akkor ezt én most be tudom-e vállalni, elhozni egy döntést, és akkor belevághatunk a dologba. Olyan, hogy kötelezvény, vagy valami, ami társítható ahhoz, hogy te ideiglenes befogadó vagy, van esetleg, vagy szerződés követelmény, ami kimondottan papírra van fektetve? Igen, minden önkéntes aláír az egyesülettel egy ilyen szerződést, egy önkéntes szerződést. Ebben tulajdonképpen olyan dolgok vannak megfogalmazva, ami így az ideiglenes befogadásra vonatkozik, hogy biztonságos környezetet teremtek számára, egészségi állapotára odafigyelek, bármilyen orvosi beavatkozással kapcsolatosan egyeztetek az egyesülettel, tehát tulajdonképpen ilyen általános az állat és a magam biztonságát célzó előírások vannak megfogalmazva. Azért az általános sokkon túl a fizikai sérülésekkel is, illetve a mentális sérülésekkel is ugye kell foglalkoznod akkor ezek szerint, viszont ennek ára van. Tehát, hogyha egy állatorvoshoz elviszed, vagy egy speciális tápot igényel a kutya, vagy egy speciális kezelést, akkor ezeknek az anyagi fedezete az kiterhel téged, vagy az egyesületet? Minden ilyen anyagi fedezet abszolút az egyesülettől érkezik. Az állatorvosi ellátást is ők fizetik, illetve tápok. Nálam például az induló felszerelést is abszolút ők biztosították. Fekhelyt, tálakat, pokrócokat.
és aztán még az egyebeket is, amik aztán később ilyen speciális dolgok voltak, úgy, mint infralámpa és a többi. Akkor csak szeretned kell őket. Gyakorlatilag igen, a foglalkozás, a szeretet, ez az, amit biztosítania kell egy idinek. Egyébként van saját kutyusod is, vagy csak ideiglenesen? Van igen, egy szintén mentett kutyusom, őt a Noésoktól hoztuk el nagyon picike korába. Ő most májusban lesz 3 éves. Uh-huh. És eddig úgy tűnik, hogy nagyon bevált, mint terápiás kutya, mert zseniálisan tudja nevelgetni és tanítgatni a kicsiket. Igen. Teljesen jó. Akkor igazából ő a saját, és akkor ahol ő hozzájönnek a többiek. Igen. Egyébként mennyi volt nálad, vagy megszámoltátok, hogy hány kutyus volt? Igen, próbáltuk összeszámolni. Valahogy úgy 40 és 50 között van az a kutyusok száma, akiket én idíztem már. És akkor eddig mindig csak egy jön? Nem, főleg az utóbbi időben már kicsit ráálltunk arra, hogy én ilyen idimami vagyok, tehát hozzám jönnek inkább a kölykök. Uh-huh. Úgyhogy ez körülbelül 2020 februárjában kezdődött el, akkor jött a 10-es falka, a babák, akik olyan másfél-két hetesek voltak. Uh-huh. Aztán volt egy utána volt a 8-as csapat, és utána volt egy 6-os. Van. 6-os baba csapat is, úgyhogy így azért könnyen megvan az 50, ha így haladunk. Mondjuk, van munka rendesen. Hát igen, nem egyszerű a dolog, de hát zseniális, mennyi élményt ad, és mennyi tanulást ad az embernek egy ilyen dolog. Igen, hát is a munkának nem csak az a része, hogy eteted, itatod, takarítasz, utánuk sétáltatod, gondozod, próbálod őket valamire megtanítani, meg gondolom foglalkozni is kell velük. De hát azért ennyi kutyus közé egy újabbat beintegrálni, vagy akár a sajátod mellé beintegrálni másikat, mondjuk az sem egy egyszerű feladat. Igen, nem mindig egyszerű, bár eddig ugye csak az enyémmel kellett őket összeszoktatni, és hát főleg a kölykök, ők nagyon nyitottak, és imádnak játszani, az én kutyám pedig egy teljesen labdaagyú, játékos kis félőrült, úgyhogy imádta az összes kölyök, de egyébként fantasztikus látni, hogy amikor rájön az ember, hogy ezt miért csinálja, miért agresszív, igazából csak fél, nem tudja, hogy viszonyuljon, úgyhogy mindig nagyon, nagyon szeretem ezeket így lekövetni, hogy meg látni, hogy tényleg kinyílik a kis lelki világa, és most már nem morog annyira, meg na jó, akkor megszagolom, nem támadok, úgyhogy fantasztikus egyébként ezeket a dolgokat így végignézni. Igen, ezt akartam kérdezni, mert ez majdnem olyan kérdés, mint amikor egy anyától, akinek több gyereke van, megkérdezik, hogy melyik a legfontosabb, de hogy hozzád, aki utoljára bekerül, ugye az még friss traumás, tehát hogy frissen sérült, vagy frissen megtalált, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, szóval, hogy ilyenkor hogy megy, mindig ő a legfontosabb, vagy hogy működik ez? Hát általában ugye mi nem vegyítjük a mentéseket, tehát mindig csak egy adott mentés érkezik hozzám, ez vagy egy kutyus, vagy kettő, vagy akkor mondjuk egy babacsapat, tehát mindig éppen az adottan ott lévők a legfontosabbak, hogyha mondjuk ketten vannak, akkor mind a ketten ugyanúgy fontosak, mert az együttműködésük is, ugye nem lehet csak a gyengébbet, meg csak a kisebbet is tápolni, hanem valahogy ugyanúgy kell velük foglalkozni. Nálam az első lépés az mindig a bizalomépítés, tehát az kell, hogy a legfontosabb legyen, hogy nyugiba érezze magát a kutyus, tudja, hogy megkapja a kajáját naponta 3-szor, mert ugye ez sem mindig jellemző a mentéseinknél, hogy ezt így tudja egy kutya, hogy ugye biztonságban is enni fog kapni. Úgyhogy így az alapokat így lefektetjük, békén is kell hagyni, meg szeretgetni is kell, úgyhogy nagyon fontos, hogy érezze azt, hogy akkor itt most valami jó dolog van kialakulóba, és akkor utána lehet elkezdeni foglalkozni a viselkedésével, és azt korrigálni. Azt, hogy milyen trauma érte igazából, azt ugye sok esetben nem tudjuk. Ez egy ilyen trauma sorozat lehet valószínűleg, amin keresztül mennek szegények. Mi mindig szerintem a viselkedést, az éppen adott viselkedést tudjuk korrigálni. Én mondjuk nem lennék jó idigazdi, mert nekem kettő volt nálam igazából, és mind a kettő már a sajátom, úgyhogy mind a kettőt örökbe fogadtam. De neked egyébként megfordult a fejedben már, hogy volt olyan, aki úgy szívedhez nőtt, hogy örökbe fogadnád? És mégse? Igen, mindig, tehát ők mindig az én drágaságaim, úgyhogy van egy ilyen életérzés. Mi az az érzés, amikor így elmennek?
Hát az utolsó, a hatos babáknál ott már azért volt egy nagyon komoly elérzékenyülés, mert ugye őket ilyen párnapos koruktól voltak ott, úgyhogy ilyen nagyon mély kötődés alakult ki velük, de szerintem ez így fejben dől el, tehát én próbálok mindig három lépés távolságot tartani, azért főleg tényleg így fejben nem annyira kötődni, tehát pontosan tudom azt, hogy ez egy folyamat, ebben minden szeretetemet, minden tudásomat, energiámat bele kell raknom, de hogy én igazából csak egy ilyen közbülső állapot vagyok, és hogy én valakinek, meg valakiknek tanítom és fejlesztem ezt a, azt a kutyust, úgyhogy igazából én nem is annyira ilyen anyukának gondolom magamat, hanem inkább tanár, főnök, haver, valami ilyesminek az eledés, és nem akarok kötődni hozzájuk annyira, és azt sem akarom, hogy ők hozzám annyira nagyon kötődjenek, mert nyilván nekik sem jó, hogy aztán ennek vége lesz. Persze, hát nyilván. Úgyhogy egy ilyen egészséges... Te így magadban ezt rendbe raktad. Igen, hát egy ilyen egészséges, tudtam. Ilyen haverkodós, fejlesztős, szeretgetősbe vagyunk. Szerinted mennyire tudják, hogy ez nem végleges? Hát nem tudom, hogy ők ezt így hogy élik meg. Azt látom rajtuk, hogy nagyon hamar feloldódnak, nagyon hamar hozzá lehet ugye szokni a jóhoz. Igazából mi mindig biztosítjuk nekik a stabilitást, és tényleg a bizalomépítés az azért fontos, hogy ne felém legyen bizalmuk, hanem úgy általában, úgy mindenki felé, és ezzel kapcsán, tehát így a következő gazdi felé is legyen egy bizalma, úgyhogy én azért gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy ezt az ideglenes időszakot azért egy jól tudja megélni, és aztán zökkenőmentes legyen a gazdihoz való hozzászokás. Egyébként a gazdikeresést ezt te végzed, vagy maga az egyesület? Egyesület végzi, igen. Mostanában már én is belekontárkodhattam a posztírásba, és nagyon lelkesen mindig összefoglalom, hogy akkor kire mi jellemző, már most igen, egy egyéniség. Kérdeztem, mert igen. Te ismered őket azért. Igen, úgyhogy nagyon szívesen írok róluk posztokat, hogy milyen szokásaik, mennyire domináns, kinek való inkább szerintem. Nyilván ezt egyeztetem az egyesület többi tagjaival is, és az elnökasszonnyal is, és akkor jóvá hagyják, és mehet ki a poszt, úgyhogy emellett meg nyilván azért én is a saját oldalamon így a napi vicces sztorikat azt így szoktam, vagy akár történetben is egy-két ilyen jópofább fotót, azt úgy nyilván nem tudom megállni. Persze, azért ez jó, jópofák. Egyébként találkoztál már olyannal, akit idíztettél, kutyus vagy... Volt nálad esetleg látogatóba, te voltál nála? Igen. És milyen volt a találkozás? Hát nagyon, nagyon jó volt, én nagyon szeretek találkozni, hát még szeretnék többükkel is találkozni. Megismertnek szerintem? Nem tudom, de azt gondolom, hogy igen, és hogy megismert, és olyanok voltunk, mint két jó barát, de tényleg tök aranyos volt, meg örült nekem, és így játszottunk, hülyéskedtünk. Én már annak is nagyon örülök, amikor fotókat látok így, főleg a kisbabákat látom már ilyen fél évesen, hogy ilyen nagy lovak lettek, tehát ez hihetetlen jó pofa érzés, igen, meg hogy jól vannak, és hogy boldogok, és hogy mosolygós a szemük, úgyhogy ez mindig nagyon klassz élmény, amikor az ember meggyőződik arról, hogy jó helyen van, és tök oké velük minden. De jó. Náluk is van olyan? Én amikor hazavittem egy-egy kutyust, ugye ilyen mentett, megtalált, és gazdit is megtalálós kutyusokat, szóval amikor hazavittem egyet-egyet, akkor én azt vettem észre, hogy nekem mindig az volt a legmeghatóbb pillanat, hogy nagy boldogság a gazdival, a nyakába ugrik, szeretjük egymást, stb. És mielőtt elmentek, a kutyus mindig visszajött. És megköszönte nekem azt, hogy megmentettem kvázi, vagy hogy visszavittem a gazdájához. De te szoktál sírni, amikor elmennek? Nem. Eddig nem volt jellemző. Ez a gombóc van a torkomba, ez azért úgy megvan, de pont ezért, mivel én erre azért úgy készülök, tehát hogy úgy állok hozzá az elejétől a végéig, hogy ez egy folyamat, és tényleg mindig tartom azért ezt a három lépés távolságot így érzelmileg, ezért annyira nem szontyolodom el. Nyilván idővel azért lehet, hogy ez változni fog, mert tényleg azok a kisbabák, akik olyan nagyon pici koruktól ott voltak, velük tényleg már egy komolyabb kötődés alakult ki, akárhogy nem akartam. Úgyhogy ott azért rezgett a léc, hogy elsírom magam, de nem. Tehát akkor inkább óvónéni vagy, mint anyuka. Lehet, igen. Igyekszem. Ugye inkább azt kell mondani. Igen.
Hát különben nem lennék annyira hatékony szerintem, tehát akkor én mindenkit megtartanék, és úgy nem lehet. Hát igen. Nos, aki úgy érzi, hogy szeretne ideiglenes befogadóként segíteni a civil szervezeteknek, a megtalált, illetve megmentett kutyusok kapcsán, ugye, mert vannak megmentettek is, akiket nagyon rossz körülmények közül hoznak ki. Azt keresse meg a Facebookon bármelyik egyesületet. Szerintem nagyon-nagyon kevés egyesület van, aki nem dolgozik ideiglenes gazdikkal, hiszen egyáltalán nem mindegy annak a kutyusnak, hogy 150 kutya közé beteszik mondjuk egy telepre, vagy pedig egy családi környezetben már megpróbálhat integrálódni ugye az emberi környezethez, mert ez a legfontosabb szerintem, hogy megtanulják azt, hogy az emberhez kell alkalmazkodniuk, illetve ahogy te is mondtad, hogy ne egy emberhez, hanem a külvilághoz kell alkalmazkodniuk, és ilyenkor kerül elő az, amiről mi beszéltünk a múltkor, hogy ugye a kutyák nagy, egy jó része, hogyha elveszik, eltéved, elkóvályog valahova, és nem talál haza, akkor az emberektől kell segítséget, és ebben nagyon fontos a te munkád, mert hogyha így állsz hozzá, hogy emberek felé nyitott legyen, akkor nem félni fog az emberektől, természetesen megtartja a távolságot, mert vannak ilyen típusok, de oda megy és segítséget kér az embertől. És ez egy nagyon-nagyon nagy dolog egy kutya szempontjából is, illetve hát a hazakerülése szempontjából aztán meg hihetetlenül fontos dolog. Nagyon szépen köszönöm Viske Balázsékának, hogy itt volt és elmondta nekünk, hogy mi az, hogy idigazdi, mi az, hogy idéglenes befogadó, nagyon fontos munkát végeztek ti is, úgyhogy aki szeretne, az mindenképpen tegyen érte lépéseket, ti pedig nézzetek minket legközelebb is. Köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!